Na, akkor folytatnánk így. Tamás kitöltött az időt, köszönjük szépen. Szeretettel üdvözlők, Vigvári András körünkben, aki elolvastátok a holnapon, mivel foglalkozik, de nekem ami lejött ebből, hogy a tegnapi bevezetőket nagyon szervesen fogja folytatni a ö, Zárt Kert Magyarország témájával. És köszönjük András, és majd ő mond magáról. Gyere Köszönöm szépen a meghívást. Remélhetőleg az asztalon van. Itt a következő is lesz. Ha nem vagyok hallató, akkor jelezzétek. Nagyon meg... Aha, így, jó. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és nagyon megtisztelő, hogy ennyien érdeklődtök a, a, a iránt is. Röviden bemutatkoznék pár szóban. Vigvári András vagyok, szociológus és néprajzkutató végzettséggel rendelkezem, főként szociológusként definiálom magam, és kutatóként dolgozok. Nem foglalkozok igazából nagyon sok olyan dologgal, amivel ti foglalkoztak, úgyhogy egy kicsit van bennem egy félelem, hogy, hogy mennyire fogok tudni kapcsolódni az érdeklődésetekhez, de igyekszem majd hozzáigazítani az előadásomat a MAPEN rendezvényeihez. Nem foglalkozom agrárkutatással, főként lakhatással, megértési stratégiákkal foglalkozom szociológusként. A regionális kutatások intézetének vagyok a tudományos munkatársa, emellett óraadóként oktatok az eltén főként városkutatással kapcsolatos tárgyakat. És amiért én most itt vagyok a MAPEN konferencián, az a zárt kertekkel kapcsolatos kutatásomnak a megosztása, ami aminek az apropóját egyébként az idén, ez a tavaly megjelent kötetem adja, ez így néz ki, illetve kim van a, a, a ugye a PPT-n is, láthatjátok a, a kötetnek a címlapját. Ez egy nagyon-nagyon összetett és fontos téma Magyarországon, az átkerteknek a helyzete, és nyilván teljes mértékig egyértelmű, hogy hogyan kapcsolódik ez akár a kertműveléshez, akár a permakultúrához, akár a mezőgazdasághoz is ez a téma. Egyébként nagyon, -nagyon sok nagyon-nagyon klassz kötet is megjelent ebben a témában, főként kertészmérnököktől, tájépítészektől, az én személyes kedvenc kötetem az Karpát és Zsuzsa, Gubice Csilla és Onódi Gábornak a kertművelésről szóló monográfiája volt, ami nagyon-nagyon szépen tekinti át a magyarországi kertművelésnek egyébként a, a hagyományát, jelenét, kihívásait. És ez a kötet is egyébként dacára annak, hogy a szerzői nem szociológusok, nem városkutatók, nem társamkutatók, kiemeltem foglalkozott már a 2000-es években is azzal a témával, ami az átkerteknek egy teljesen más hasznosítását érinti, ami az én kutatásomnak is a fókuszában volt. Ugyanis én az átkerteket alapvetően nem mezőgazdasági és kertészeti aspektusból vizsgáltam, hanem sokkal inkább lakatási aspektusból vizsgáltam. Biztos benne, hogy itt a teremben ülők közül is van sok ember, aki zárt gazdálkodik, talán olyan is van, aki zárt lakik. Én, mint lakatással foglalkozó szociológus, városfejlődéssel foglalkozó szociológus alapvetően ezt az aspektust vizsgáltam, hiszen ez a jelenség, ez Magyarországon az egyik legnagyobb lakhatással, városfejlődéssel összefüggő jelensége. Ezt minden túlzás nélkül állíthatom. Ennek szemléltetésére ugye a KSH népszámlálás adatait tudom hozni, ami kimutatta, hogy 2001-ben 42,2 ezeren laktak zárt kertes területeken állandóan, 2011-ben ez a szám 89,5 ezer főre növekedett, ugye a 22-es népszámlás település szint alatti adatait még nem ismerjük, de biztosan láthatjuk, hogy egy nagyon dinamikus bűvöléssel számolhatunk. A kapcsán, hogy az átkerteket egyre többen lakhatási célra is elkezdték használni. Ugye ez azért meglepő folyamat, mert ugye Magyarország népessége abszolút csökkenő tendenciát mutat, tehát felvetődhet a kérdés, hogyha egy rossz lakossága fogy, egy csomó város lakossága fogy, a vidék lakossága is fogy, tehát alapvetően van egy ilyen elfogyás hangulat így az országban, nyilván különböző hangsúlyokkal, különböző régiókban. Akkor miért van az, hogy egy olyan terület, amit, am, amit alapvetően nem arra alakítottak ki, hogy lak, lakó célra használják az emberek, nem, nem is adottak egy csomó aspektusba a lakatásnak a, 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 a lehetőségei, miért, miért kezdenek ezek a területek növekedni, és engem ezt kezdett el érdekelni, a kutatásaim során. És ezzel fog foglalkozni nagyjából az előadás is, hogy ez hogyan kapcsolódhat a, a, a kertműveléshez tágabban, arra majd több példát szeretnék hozni. Ugye egyfelől kapcsolódhat gyakorlatokban is, másfelől kapcsolódhat konfliktusizetekben is. Tehát azt gondolom, hogy a minimum célunk az lehet ezzel az előadással, hogy mondjuk, hogyha itt a teremben ülők is sokan riadtan szemlélik, hogy hogyan rombolódnak le a kertek, hogyan építődnek be az átkertek, akkor kicsit lássuk ezeket a folyamatokat, mi mozgatja, és kicsit értelmezhessük ezeket a jelenségeket. Ez, ezen tovább menve viszont szerintem még számos egyéb aspektus is érdekes lehet, hiszen igazából az átkertekben történő élet, az átkerteknek a, a, a szerveződése, az állammal való viszonya, a szabályozással való viszonya, az ott élők együttműködése egyébként számos analógiát mutat azokkal az értékekkel is, amik szerintem az itt ülők számára is fontosak lehetnek. Tehát az bizony benne, hogy nagy többféle aspektusból meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, és harmadsorban pedig szeretnék adni egy, egy öteti áttekintést is arról nagyon röviden, hogy egyébként mi ez az egész zárt kert story, és igazából bemutatni azt, hogy a lakhatás és a beépítése ezeknek a területeknek nem teljesen új keletű, nem teljesen a semmiből jött, hanem ezeknek komoly előzményei is vannak. Ugye az átkert az egy viszonylag új ö, ö, kategóriája volt a magyar ö, településtörténetnek, településfejlődésnek. a kollektivizálás utáni térkategóriáról beszélünk. A második kollektivizálásra ezt hangsúlyoznám, tehát az 58 és 60 közötti kollektivizálásról, ami ugye a legnagyobb, volu, ami sokkal nagyobb volumenű volt, mint az azt megelőző kollektivizálási hullám. Ugye ebben a szakaszban a termőföldek jó része szövetkezeti vagy állami tulajdonba került, viszont maradtak olyan területek az országban, amelyeket nem kollektivizáltak, hanem megmaradtak ö, ö, olyan területeknek, amelyeket az emberek Saját maguk tulajdonoltak. Ezek általában olyan területek voltak, amelyeknek ahol a földeknek nem volt annyira magas az értékük, nem lehetett őket táblásítani, dombozati viszonyok miatt kiestek ezekből a kollektivizálási hullámokból, és ezeken a területeken megmaradtak ezek a kiskertészeti hagyományok ezekben az évtizedekben. A képen egy, az Ákáteknek a legelső korszakáról láthatunk egy emblematikus képet, egyébként a Fortepánról számozik ez a kép, amiben igazából azt láthatjuk, hogy, hogy mezőgazdasági termelés folyik ezen a területen, de már láthatunk olyan jeleket, amik ezen túlmutatnak. És valóban az, az látszik, hogy ezeken a területeken nagyon-nagyon sok esetben egy kiskertes mezőgazdasági forma maradt meg, ami valamilyen szinten a paraszti gazdálkodásnak egyfajta folytonossága lehet. Ugye ez a kocsináló úriember öltözékén is látszik, viszont az is, azt is meg kell említenünk, hogy ebben a korszakban egy óriási proletarizációs hullám zajlik, nem csak a városokban, hanem vidéken is, ami két dolgot indikál. Egy, egyrészt növeli a városi népességnek a lakosságát, kinőnek az óriási lakótelepeink, első generációs városlakók tömkellege teremtődik meg, mint szubjektum, hogy én idegen szót használjak, tehát akik korábban mindig falusi felmenőkkel bírtak, hirtelen városlakókká váltak. Másfelől pedig ugye a parasitásra a van, nagyon, nagyon sokan kezden áramolnak be az, a nagyiparba is, és első generációs munkások lesznek. Uh, és a zárt kert volt igaz, a temőszökezeti dolgozóknak a száma nyilván sokkal, sokkal alacsonyabb lesz, mint korábban azoknak a száma, akik paraszti gazdaságokban dolgoztak, vagy mezőgazdasággal foglalkoztak. Viszont nagyon, nagyon sokan ezt a fajta átmeneti uh, folyamatot, ami az első generációs munkásság, munkás létükből, vagy első generációs feleslelő létükből fakadt, ezt a fajta átmenetet a zárt kertekben tudták uh, megélni. Uh, jártak dolgozni ott esetben városokban vagy városlakokká váltak, de meghagyva, megmaradva vagy megvéve egy kis zárt kerti parcellát, kis gazdaságokat tartottak fönn ezekben az időszakokban. Ugyanakkor az is látszik, hogy ez a fajta folyamat, ez nem kizárólag a mezőgazdaságról szólt már ekkor sem, és itt már láthatóak a földből kinőtt kisebb-nagyobb épületek is, amikor egy még jobb képet mutat a következő szlájdunk, remélhetőleg tovább lép mindjárt, amikor egy, ami egy hétvégi házról szól, nyilván az építészeti aspektusai is nagyon érdekesek ezeknek a kerteknek, a, ugyanis a 70-es évektől kezdve egyre többen nem csak mezőgazdasági termelő funkciót láttak ezekben a terekben, hanem egyfajta második otthonként is tekintettek ezekre a területekre. Második otthonként, mint rekreációs célra használt hétvégi házakra, ahol a család össze tud gyűlni, ahol a szabadidőt el tudják tölteni, és olyan terekre, olyan ingatlanokra is, amelyek az ő saját tulajdonaik lehetnek. Nagyon sokan, ugye, akik báramoltak a, a falvakból, a városokba, megkapták az állami, államtól kiutalt panellakásaikat, úgy érezték viszont, hogy szeretnének valami sajátot is. És ugye a kornak a, a, az ingatlanpiaci és lakhatási viszonyai igazából a falusi és kisvárosi terekben, illetve az átkertekben engedték meg nagyobb százaléban is legkönnyebben a saját ingatlanhoz jutás lehetőségét. Így nagyon sokan nagyon-nagyon olcsó áron tudtak jutni ilyen telkekhez, amelyek egyfelől jó befektetésként is szolgáltak. Egyfajta biztonságot jelentettek, mint a magántulajdonhoz való viszony, egy szférája voltak a szabadidő eltöltésének, és emellett nyilván nagyon-nagyon erős gazdálkodási és kertészeti funkcióval is bírtak. Ezeknek a sajátos egyvelege, ami a szabadidő eltöltés, a kertészkedés, ez nyilván a, szintén nem független attól, hogy ezek az emberek ezek tényleg első generációs városlakók voltak legtöbb esetben. Ami még fontos, hogy ezekben az időkben az átkerti termelést termelésnek sem volt elhanyagolható a szerepe, viszont ezeket a termelési folyamatokat, ezeket integrátor szerzetek segítették, tehát a termelőszövetkezetek és az áfészek nagyon-nagyon nagy szerepet vállaltak abban, hogy akik komoly kisgazdaságot műveltek, és nem csak önellátást termeltek, azok akár az értékesítésben, akár a műveléshez segítséget kapjanak. Mi történt ezekkel a területekkel viszont az 1990-es évek után? Szintén átalakultak. Ez a fajta mezőgazdasági, kiskertes és hobbitelkes funkció nagyon-nagyon sok szempontból háttérbe szorult. Ennek nagyon-nagyon sok oka volt. Egyfelől kihalt az a generáció, aki ezt a köztes habitust képviselte, hogy még volt kötődése a földműveléshez, a vidékhez, de már városlakóvá vált. Másfelől magának a szabadidő eltöltésnek is nagyon radikálisan megváltozott igazából a szerepe. Az embereknek sokkal többféle lehetőségük volt arra, hogy szabadidőt a szabadidejüket eltöltsék, másfelől pedig nagyon erősen elszegényedett ez a, ez a, társadalmi réteg, aki igazából megengedhette magának azt, hogy egy lakást és egy kertet és egy hétvégi házat is föntartson, a kettő között ingázon a kertet, megművelje. Ezek ugye minden erőforrás dolgok. Amikor olcsó az üzemanyag, amikor stabil az embereknek a fizetése, akkor, akkor alapvetően ez egy sokkal csábítóbb dolog. viszont amikor meg kell húzni a nadrágszíjat, mert elvesztették a tömegek a munkahelyeiket, akkor nyilván sokan ezeknek a területeknek a feladása mellett döntöttek, illetve sokan ide menekültek ki lakhatási célra, hogy előre utaljak az előadásomnak a további részére. E átalakulva ezeknek a, ezeknek, a, ezeknek a területeknek a profilja, tehát nem nyilván erősen ö, ö, erős ö, ö, változatosságot mutat, azt szerint ezek a területek hol helyezkednek el. Nagyon sok ilyen zárt kert parlagon maradt, ö, 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 nyilván periférikusabb vidéki területeken, viszont azokon a területeken, ahol én is kutattam, amelyek a városokhoz közel helyezkednek el, jó közlekedés adottságokkal bírnak ö, ott. Sokkal inkább egy ilyen tájkép kezdett kibontakozni, ami igazából a korábbi gyümölcsterolnak és hétvégi házaknak épült telekeknek igazából az átalakulását hozta magával, és a lakásfunkciónak az erősödését hozta magával, ennek nagyon sok következményével, amiről majd fogunk nyilván a későbbiekben beszélni. Fontos hangsúlyoznom, hogy nem tudok vállalkozni az átkerteknek az átfogó, Bemutatására erre több nagy kutatásra lenne szükség, hogy ezt megtegyük. Én egyetlen egy terepen végeztem kutatást, illetve több terepet ismerek, de egy terepen végeztem olyan alapos kutatást, ami a budapesti agglomerációban található. Én úgy hívtam ezt a települést a kutatásban, hogy Kelemenszeg, ez egy álnév, tehát ne keresessünk ki a térképen. Ennek nyilván egyéb kutatásetikai okai vannak, hogy miért nem nevezem meg a települést, de nem is fontos, mert igazából nagyon hasonló tendenciák zajlanak a városok körüli kertekben Nyilván, amikor egy, -egy, egy kutatást végez az ember, akkor egyfelől nagyon-nagyon szerencsés abban az es, abban, hogy nagyon, nagyon mélyen meg tud érteni egy, -egy esetet egy-egy közösségnek a működését, de nyilván nem alkalmas arra, hogy beszéljen az országban zajló folyamatokról, viszont mégis azt hangsúlyoznám, hogy ne úgy fogjuk fel ezt a ezt az empiriát, ezt a példát, mint egy esetnek, a rele egy esetre érvényes uh, tanulság, hanem igazából ezekből a jelenségből próbáljunk megkövetkeztetni sokkal nagyobb szintű problémákra, ahogy tettem én is uh, uh, a, a doktori diszertációmmal, amin a könyvem is alapult. Uh, ez a ez a település, magát a kutatást ezt fontos hangsúlyozni, hogy 2017 és 2020 között végeztem, és 2020 és 2022 között dolgoztam az adatokat, és írtam meg magát a diszertációt és dolgoztam tovább a könyvön. Azóta is járok ki a területre, de kutatást nem végzek már ezen a, ezen a területen. Maga a, a, ez a ez a terület, ez a Budapesti agglomeráció peremén található. Direkt ilyen területet választottam. Olyan területet, ami, ami, ami közel van egy nagyvároshoz, a legnagyobb városunkhoz, Budapesthez, és ami viszont nem. Egy olyan települést, ami viszont nem a budapesti agglomerációnak egy ilyen, egy ilyen centrális kisvárosa. Ez a város ez nem is része hivatalosan a KSH-től lehatárolt agglomerációs település együttesnek, viszont szinte mindenki Budapestre jár dolgozni, kiváló vasúti összeköttetése van ennek a településnek a várossal, és mindig is egyfajta ilyen kapuja volt a, 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 a nagyvárosnak. Olyan értelemben, hogy nagyon sokan költöztek erre a településre föl a vidékről, itt telepettek le, hiszen itt tudtak ingatlanhoz jutni, és innen jártak be ingázni, dolgozni. Az átkert is a településnek a peremén található, határosabb belterületével, de azért két-három kilométeres sétával érhető el a központtól. A helyi építési szabályzat alapján ez egy mezőgazdasági kertes besorolású terület. A területen álló házak azok igazából gyümölcstárolóként vannak bejegyezve két, és igazából ugye én lakhatási szemszögből néztem meg ezt a területet, az, hogy mi, mik voltak azok a folyamatok, amelyek, amelyek indikálták azt, amelyek elősegítették azt, hogy ez a terület így benépesült. De kicsit beszélnék erről a területről magáról is. Ez régebben egy, egy nagy, nagyüzemi egy, egy, egy uradalomnak volt a szőlőtermesztő területe, később ez lett fölparcellázva, kis telkekre, szalagszerű telkek jellemzik ezeket, a, ezeket az ingatlanokat. Ugye szőlősorokban mérték ki a telkeket, általában egy teleknek a szélesség az 8 szőlősor volt, 8-16 szőlősor kell elképzelni, nagyon hosszúkás és keskeny teleket alakítottak ki. Kezdetben itt a falusiak, városiak kaptak kerteket, azonban ezek a városiak, ezek nagyon-nagyon gyorsan túladtak ezeken a kerteken, és elkezdték ezeket a kerteket a 70-es évek, végén 80-es évek elején olyan fővárosiak fölvásárolni, akik, akik frissen kerültek be a főváros Báltába a vidékről, panellakásban laktak, és vágytak arra, hogy legyen egy terük, ahol gazdálkodhatnak. Mint minden zárt kertnek, itt is van egy foglalkozáscsoport, csoport, ami felülreprezentált volt, ugye szorúszóra adták egymásnak az ötletet a munkahelyeken az emberek, hogy van olcsó telekeladó, itt nagyon, nagyon sok tömegközlekedési Dolgozó, vasúti megközlekedési dolgozó vett egyébként telket ebben az időben. És hát ugye a rendszerváltás köve után viszont nagyon sokan ebből a generációból kihaltak, kiöregettek, a gyerekek nem folytatták a kertek művelését, sokszor ellapozottak ezek a kertek, és egy ilyen parlagos területté vált ez a terület. Elkezdett visszaerdősödni, dsumújos lett, és. És itt kérdéses volt, hogy mi lesz ennek a területnek a sors, hogy 90-es évek után. Viszont alapvetően az látszik, hogy, hogy, a lakhatási, hogy lakhatási funkció megtalálta az útját ennek a területnek, és a korábbi mezőgazdasági funkciót az sokkal erősebben egy ilyen lakófunkció kezdte átvenni. Nyilván itt egy, a lakhatási válságnak a kontextusát igyekeztem felvázolni, ez egy kicsit ilyen akadémiai szlájd, úgyhogy csak át átsúanunk rajta. Ugye nyilván a lakhatási válságnak számos tünete volt Magyarországon is, ugye ma is ezt, egy hogy lakhatási van, ezt abszolút az ingatlanárakra gondolva, vagy az arbéleti árakra gondolva, szerintem senkinek sem kell magyarázni, hogy Budapesten lakhatási válság van, nagyvárosainkban lakhatási válság van, de ez nem az elmúlt években kezdődött, alapvetően az látszik, hogy, a, hogy ahogy a lakhatási válsághullámok begyűrűztek Magyarországon a rendszerváltás követően, úgy egyre inkább kezdtek el felértékelődni ezek a töltek köztük, az említett zárt kert is, ahol én kutattam, és az látszik, hogy igazából három olyan nagy cezúra is volt igazából az elmúlt év tizedekben, ami, ami ezt a kiköltözési hullámot beindította. Az első az a lakásprivatizáció utáni időszak, amikor a rendszerváltásnak a vesztes generációja, főként 40-es nehéziparban dolgozó munkások, akik egyébként nem tudtak már elhelyezkedni a megváltozott munkaerőpiacon, ők általában korábbi kertrodonosok is voltak, ők feladták a városi lakhatásokat, és kényszerből kiköltöztek ezekre a töltekre. Ők egyébként általában a vidéki hátterű emberek voltak, és az volt a fejükben, hogy mindig vidéken biztosabb az élet, hogyha krízis van. Ez ezt egyébként, hogyha történetileg nézzük a magyarországi társadalom fejlődést, akkor ez egy nem teljesen valótlan állítás. A második ilyen nagy cezúra, ami ezt a, beköt, indította, ez a 2008-as gazdasági válság és a devizahitelválság volt, amikor nagyon sok devizahitel érintett házatás elvesztette a lakhatását, és az a kis pénz, ami maradt neki, azt zárt ingatlanba fektette. És a harmadik ilyen nagy hullám, az pedig az elmúlt évek gazdasági konjunktúrájához köthető és ingatlan piaci bumjához, ami igazából egyfajta új fiatal középosztály megjelenését ö, 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 hozta. Ö, úgy azok a fiatalok, akiknek minimális megtakarításuk van, mondjuk örököltek egy vidéki lakást a nagymamától, ö, de mondjuk az körülbelül arra elég, hogy ennek Budapesten egy fél szobát, ők úgy döntenek, hogy kijönnek ezekre a teltekre, és dacolva az, ezek a területek nehezen megközelíthetőek, nincs szilárd burkolat, nincs közműellátottság, ők ide, ide költöznek. Ugye ezekről nem beszéltem részletesen, hogy ugye maguknak az átkerteknek mi a mi az ingatlan piaci kulcspozíciója ebben a sztoriban. Az a, a kulcspozíciója, hogy sokkal sekélyebb ingatlan uh, piaci, uh, sokkal olcsóbbak ezek a területek, amik igazából sok szempontból annak köszönhetőek, hogy ezek egy ilyen infrastruktúra nélküli terek, informálisak sok szempontból, olyan szempontból, vagy szürke zónák, inkább így mondanám, ugyanis nagyon-nagyon sokféle szabályozás van egy ilyen területre, amelyek ellentmondóak, egyes szabályozások tiltják a lakhatást, itt mások megengedik a lakhatást, különféle jogszabályok, különféle direktívákat fogalmaznak meg, nincsenek megfelelő infrastruktúrális ellátottság, nincs útburk útburkolat, nincs vezetékes ivóvíz, nincs csatornahálózat, nincs gázvezetékrendszer, nincs járda, sokszor nincs közvilágítás, ez a kép is ezt, a, ezt az állapotot szemlélteti, és maguk a házak sem lakóházak, hanem ugye gazdasági épületek, emiatt ezek, az, ezek a telkek sokkal-sokkal olcsóbbak, és bár sok kockázatot rejtenek magukban, lakhatás kapcsán, meg mindennapi életvitel kapcsán, mégis nagyon sokan döntenek a mellett, hogy mégis inkább ide költöznek, mintsem albjegyet fizessenek, vagy mintsem még messzebb költözzenek a várostól, esetben egy Budapesttől akár 100 km-re található településre, hanem már nem tudnának bejárni a városba ö, ö, lakni. Ö, tehát igazából ez jelenti ö, a, a városok körüli a fő vonzerejét, hogy egy nagyon-nagyon megromló lakáspiaci, egy nagyon-nagyon egyenlőtlen és és válságokat teli lakhatási helyzetben ezek a területek, ezek egyfajta tartalékterületeivé, menekülő útvonalaivé válhatnak családoknak, akik igazából szeretnék a lakhatásukat a városok közelében megoldani. Ugye ez, ez a folyamat, ez építészeti szempontból, városfejlesztési szempontból akár, és hát zöld szempontból, és a ti, a ti konferenciátok által föltett kérdések szempontjából nem a legkedvezőbb folyamat, hiszen alapvetően zöld területeknek a, a lakhatási célú bevonása zajlik. Tehát az, azt láthatjuk, hogy olyan területek, amelyek korábban mezőgazdaságét kistermelésre szolgáltak, ezeket a területeket így bekebelezi a város, a város is szétterül, amit ugye nagyon-nagyon sokan kedvezőtlen folyamatként élnek, értékelnek a szakértők részéről is. Viszont az itt élő emberek számára ez egy nagyon-nagyon jó menekülő út. Hiszen, hogyha nem lennének ezek a területek ilyen kétesek, kétségesek, vagy mezőgazdaságiak területeke, vagy városok, akkor ezek a területek nem tudnának vonzóak lenni, hiszen megdrágulnának. Ugyanolyan ugyan áron lehetne ingatlant venni egy ilyen területen, mint mondjuk egy belterületi utcában. Most egy ilyen ingatlan, általában, az, ahol én kutattam, ott, ott mindig egy 50%-os árcsökkenést található az átkerti ingatlan és a belterületi ingatlan között, és hiába emelkedik a, az átkerti ingatlan, és az ingatlan ára is, ahogy a, lakhatás, a lakásárak növekednek, ez, a, ez az olló ez mindig megmarad, ugyanannyira megmarad szinte, nem, nem nagyon tud egymáshoz közelíteni, vagy csak minimálisan közelít egymáshoz az előbb említett kockázatok ö, ö, miatt. Ö, és egy hát felmerül a kérdés, hogy az itt élők azok hogyan viszonyulnak a kertműveléshez, hogyan viszonyulnak a, a kertészkedéshez, hogyan viszonyulnak a, a természethez. És az látszik az interjúkban, és is, is majd a kérdések szekciójában is fogunk beszélni, hogy, hogy nem igazán folytatnak az itt élők tömegesen mezőgazdasági tevékenységet, hanem szóval a természetközeliség, a kivonulás a városból, és általában a városi infrastruktúrához való viszonyban nagyon erősen benne van egyfajta kritika, és úgy élik meg ezt a, fajta viszont, ezt a fajta lakhatási formát, amiben ők laknak, mint egy, mint egy típusú függetlenedés igazából azoktól a rendszerektől, amik a válságokat élik. Hiszen gondoljunk a rezsijára gondoljunk a magas távfődíjakra, még a 90-es években, ö, gondoljunk ö, egy sor más dologra, és úgy élik meg az itteniek, hogy igazából függetlenedik magukat ezektől a rendszerektől, és nagyon erősen, ha bár nem kezdenek el felétlenül gazdálkodni, bár egyébként vannak, akik gazdálkodnak, de abszolút kis százalékban, és, és ott, ott is a, gazdál, a diszkertészkedés a, a, is fontos szerepet legalább annyira, mint az élelmiszertermelés. Ha bár nem gazdálkodnak, de azok a típusú értékek, azok legalábbis ideológiai szinten nagyon erősen megjelennek, ami a függetlenedésről, az önellátásról szól. Csak ez az önállátás és függetlenedés etosz, ez sokkal inkább kitágul. Tehát nem az élelmiszer koncentrálódik, hanem általában a, a saját, meg, saját uh, lakhatásuk és uh, idegen szóval társadalmi újratermelésükhöz fűződő viszonyuk kapcsán. Tehát a, 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 köré szerveződik igazából, hogy ők igazából önerőből megveszik ezeket az ingatlanokat, önerőből felújítják őket, önerőből kibővítik őket, szomszédi baráti segítséggel, ö, végzik ezeket a felújításokat, hogyha az út kátyus, akkor szervezhet, akár adott esetben szerveznek útcépítő, út vagy hát útjavító munkálatokat Kalákában. Nyilván nem akarom idealizálni, mert egy sok szempontból individuális világról beszélünk, de ezek a típusú csírák, amik, amik igazából az önellátás köré szerveződnek általában, ezek, ezek, más szinten, tehát nem a, gazdálkodás, nem a gazdálkodás szintjén, de a mindennapi megélhetés és mindennapi élet kapcsán elő-elő bukkannak ezeken a, ezeken a területeken is, csak nem feltétlenül a, a, a kapcsán. Ö, ö, és lejárt az időm, ö, kicsit elidőztem ennél a témakörnél, még nagyon sok mindenről ö, nyilván lehetne ö, ö, beszélni, de hogy, Alapvetően gondolatébe ezt szerettem volna elmondani és nem várom a kérdéseket, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Tessék. Tessék. Hát, tudom, Köszönöm szépen. Mészáros Néposanett Miskolcról. Mi zárt kertben lakunk. És egy ilyen országos, hogyha a kutatásokat olvastál, akkor országosan ez a társadalmunk hány százaléket, vagy vagy hány százakat érint, mi, mi, milyen eredményeket találtál. Köszönöm. Hát, amit ugye az elején kivetítettem, azt tudom csak ismételni, hogy a népszemelési adatok alapján 2011-ben 89,5 ezer zártkerti lakos volt Magyarországon, és lokális tanulmányok vannak, tehát nem nagyon lehet igazából megbecsülni, csak becsléseink lehetnek addig, amíg a népszámlálások ki nem jönnek. Én egy 130 ezer főt írtam ide, de ez egy hasonlítésszerű becslés, de hogyha de van okunk hogy ez a típusú növekedési százalék, ez, ez fönnmaradt, érted? az én terepmunkám alapján abszolút fönnmaradt. Tehát körülbelül ennyi embert érint ez a probléma. Nyilván területén nagyon koncentráltan, tehát azt gondolom, hogy hogy az egy nagyvárosok környékén, vagy városok környékén a lakhatási része az átkerti történetnek az a nagyvárosok környékén, illetve a kiemelt üdülővezetek környékén jelentősebb, de kb. ekkora számot mondanék. Bocsián. Köszönöm szépen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a, a te kutatásaid alapján és benyomásaid alapján mik a legnagyobb kitettségei azoknak az embereknek, akik ezt az életmódot választják, vagy hogy zárt kertekbe költöznek, és milyen rizikóval számolnak ők, hogyha vannak ilyenek. Uh -huh. Köszönöm. Igen, köszönöm. Nagyon, nagyon fontos kérdés. Ami nagyon fontos szerintem, hogy különféle Különféle demográfiai és élethelyzetű embereknek a kockázatok nagyon-nagyon eltérőek. A legnagyobb kockázatot egyébként az egyedülálló idősek és gyermőket egyedül nevelő édesanyák körében láttam az én terepemen. Azok a hátrányok, amik, amik ezt a lakhatást érintik, az igazából ezt a két csoportot érinti a leg, legerősebben. Mm. Ö, ugye milyen hátrányokról beszélhetünk? Hát alapvetően, ezek a területek ezek nagyon messze találhatóak a települési szolgáltatásoktól. Tehát, ha valakinek nincs autója, például, akkor nagyon-nagyon akkor nehezen tudja az életét megszervezni. Éppen ezért egyébként én tapasztalom azt, hogy szomszédok összefogva, próbálják ezt az autókérdést is megoldani, tehát mondjuk azok, akiknek nincs autójuk, azok elviszik a szomszédot mondjuk bevásárolásra, vagy iskolába a gyerekét összebeszélnek a szülők, autós és nem autós szülők, tehát vannak ilyen kis koalíciók, mert ez az autókérdés, ez nagyon erősen meghatározza igazából a, az életet. Ugye azt mondják, mindig mindenki azt mondja, hogy ha van, van autója, akkor még két kilométer döcög, az autója mondjuk szétesik ezeken az utakon elég hamar, de, de hogy alapvetően nincs túlságosan plusz hátrány, hiszen ha, ha hó van, ha jég van, ha sár van, akkor ki tud jutni ezekről a területekről. Akinek nincs autója, az ugye ebben a sárban, elcsúszik a jégen, nagyon sok Borzalmas történetet hallottam én is arról, hogy mondjuk sötétben a jégen elesve valaki munkába menet, hogyan küzd meg ezekkel az útviszonyokkal, vagy mondjuk aki munkába igyekszik Budapesten, az két cipőt hord magánál, hiszen a nyakik sáros lesz a vasútállomásig, és ott átveszi a városi cipőjét, és át, átrakja az átkerti cipőjét a táskájában, majd visszafele cipőt cserél újra. Tehát ezek a gyakorlatokat kell így elképzelni. Tehát alapvetően a, a közlekedés köré szerveződik a problémáknak a többségét, tehát nyilván az elszigetelődés a másik ilyen kockázat. Hasonlóan egyébként a tanyavilághoz, ez is egy sokkal elszigeteltebb lakhatási forma, és hogyha valakinek nincsenek jó szomszédi kapcsolatai, akkor nagyon könnyen el tud szigetelődni, tehát hogyha bármilyen problémája van, akkor sokan ezeben tud segítséget kérni. Én ezt a, ezeket emelném igazából így ki, és az is látszik, hogy minden jobb társadalmi hátterű valaki, annál inkább ügyesen tudja kompenzálni azokat a kockázatokat, amelyeket ezek a területek magukban rejtenek. Tehát mondjuk, aki, akinek van sok pénze, az nagyon korszerű berendezésekkel ki tudja váltani a közműveket, nagyon-nagyon mélyre tud fúrni kutat, aminek biztos a vízellátása, és nem szennyezett vizet fog belőle inni. Akinek kevesebb pénze van, az olyan, vizet, olyan kutat fog tudni csak csináltatni magának, ami ami kiszárad, kiapad, vagy érinti mondjuk a talajvisszanyezés, nem fog tudni mondjuk olyan fűtési megoldásokat fog találni, ami sokkal kevésbé korszerű, és mindenféle kockázata így emelkedik. Tehát az az érdekes, hogy ennek az életformán, ennek az önfenntartó életformának is olyan erős társadalmi differenciáló hatásodat Tehát minden, minden jobb szituált valakennel inkább tud kockázatot mérsékelni. Én nekem ez a tapasztalatom. Nekem is a, a, a népességösszetételre kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy ugye amit Anett is feszegetett, hogy egyrészt van-e olyan erre irányuló célirányos kutatás, ami, ami nyilván a nép, népszámláláson túlmenően, ami ennek a népességnek a létszámát, mondjuk korösszetételét, társadalmi összetételét kutatná, tekintetbe véve azt is, hogy ugye aki jellemzően azok, akik kiköltöznek zárt kertes övezetbe, azok nagyon komoly átfedést mutatnak adott esetben azzal, tehát számára döntési pontként az is fönnállhat, hogy ő nem egy zárt kerti övezetbe fog költözni, hanem egy nagyvároshoz még közlekedésére közelebb fekvő, de falusi területre, a mi vidékünkön Baranyában ez kifejezetten jellemző. Tehát, hogy aki, aki ezen gondolkozik, hogy most ő egy zárt kertjelezetben gondolkozzon, őnek ugyanúgy opció egy, egy leruppant falusi ház, és ugye ők a statisztikában máshogy szerepelnek, hogy van-e olyan kutatás, ami ezt a két statisztikailag azért elkülöníthető uh -huh. népességet ugye egyként kezeli, mert nagyjából hasonlóak azért a kihívásaik. Uh -huh. Ilyenről nem, nem, tudok, viszont még kicsit tovább differenciálnám tényleg ezeket az zártkerti típusokat. Tehát ö, ugye például Miskolc Jukóvölgy, amiről biztos többen hallottatok, szint zárt vezet, alapvetően szegregátum, a városi telefelszámolás során kiszorított cigány lakosság vásároltott magának ingatlan, tehát nagyon-nagyon rossz életű szegregátumról beszélünk. De ott van mondjuk Budakeszi település a budai agglomerációban, ahol az, át, ingatlanokban középosztálybeli, felső középosztálybeli emberek laknak. Nagyon nagy a, az olló att, attól függően, hogy hol vagyunk és milyen folyamatok vannak. Erre abszolút kéne egy átfogó kutatás. Én ilyen tipológiákat próbálok most mondani, ami kvalitatív megfigyelésekből adódnak. Tehát mondjuk ez a két szélsőség, ez a, ez a és Budakeszi, mondjuk mondok két szélsőséget. Ahol én kutattam, az egyébként egy ilyen középútja ennek, Uh, és nagyon érdekes a társadalmezetétel szemszögéből az, hogy, hogy, nagyon heterogéna a lakosság, a társadalmi háttere, tehát nem jellemzőek szegregációs tendenciák, sem uh, fölfele, sem lefele. Tehát uh, alapvetően vannak nagyon szegény és viszonylag jó módú házhatások is, adott esetben szomszédban egymástól, uh, viszont megfigyelhető a, a, felértékelődés is, tehát hogy egyre többen, hogy ahogy egyre fölkapottabbá válik uh, magasabb státuszú házatásoknak is, ugye, ugye, a lakatási szegénység is, vagy a lakatási problémák is egyre szélesebb vonz, vagy érintenek, egyre több jó hátterű ember költözik egyébként kezekre a területekre, hogy felveri az ingatlanárakat, és elkezdenek kiköltözni a legerégebbi generációnak a tagjai, egyébként jellemzően vidékre. Tehát olyan tudokat lehet megfigyelni, hogy följött a hölgy Békés megyéből mondjuk a 70-es évekbe, panellakás lakás mellette zátkert, feladja, kimegy a panel panellakást föladja, ki megy a zázkertbe, és az zátkeredben most vissza megy békés megyébe lakni, mert egy belterületi nagy házat fog tudni venni az Budapest Közeli átkerti ingatlanjának az árából, úgyhogy még pár millió forintja maradhat is adott esetben arra, hogy az élje. Tehát. Így, 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 így tudnék válaszolni a, a kérdésedre, tudom, hogy nem volt teljes külön a válasz, de hogy talán egy kicsit közel tudtam hozni azt, hogy milyen típusú földési útjai vannak egy-egy ilyen területnek. Köszönöm. És akit esetleg érdekel, azt akartam mondani, hogy ha valakit érdekel a könyv, akkor egy-két példány tud itt a szünetben a kiadó számlott segítségével vásárolni, hogy ez.